Teljes pompájában díszíti már az MMIK környékét a japán díszcseresznye. A rózsaszín virágzás ideje inkább április vége. A rekord enyhe március sürgette a fákat. Tehát mindenképpen a növényzeten is látszik, ugye, föl lehet jegyezni fenológiailag folyamatokat, hogy például mikor kezd el virágozni a cseresznye, a megy, hát azért azok előbb kezdtek el, vagy akár a körte is, mert most már ezek is teljes virágzásban vannak, amik egyébként inkább azért április 10-20 között, tehát a második dekádjában, hónapban szoktak. A sok évi átlagnál több mint 3 fokkal lett melegebb az idei március, ami egy hűvösebb áprilisnak felel meg, miután a február márciust idézett. 9,5 fok volt a havi középőmérséklet, és a legutóbbi, ami a legközelebb van hozzá, ehhez 9,3 fokkal a 2014-es volt, tehát éppen 10 évvel ezelőtt. A természetet siettette a csapadék is. Abból több mint 50 mm-nyit kapott Szombathely márciusban. Ez a sok évi átlag csak nem 170%-a. A bőti szelek közben kitettek magukért. 7 szélviharos napot számolt a szombathelyi észlelő márciusban, és a napokban még tapasztalhatjuk az élénk déli-délnyugati lökéseket.